Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az egy olvasóvlog lesz, mégpedig erről a könyvről fogom készíteni, ami A.F. Stedmannek a Skander és az Unikornis tolvaj című könyve. És ez az Alexandra kiadónál jelent meg nemrég, és én ezt a könyvet recenzióba kaptam, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. És igazából nagyon egyszerű az indoklásom a mögött, hogy mert szeretném elolvasni. Nem tudom, kitaláljátok-e. Hagyok rá időt. Lovak. Ez volt az a legmeggyőzőbb érvem mellett, hogy elolvassam ezt a könyvet. Erről a könyvről igazából azt kell tudni, hogy elvileg ilyen nagyon nagy hype van körülötte, amit nem tudok, én így annyira nem találkoztam vele sehol, csak amikor az Alexandra kiadónál így belet jelent, hogy ez meg fog jelenni. Tehát, hogy így nem láttam sehol, de elvileg nem tudom hány nyelvre le lett fordítva világszerte, és egyszerre jelent meg, és talán még valami filmszerződése is van már, tehát ezek szerint befutott könyv már azelőtt is, hogy kiadták volna, de itt tényleg abszolút nem találkoztam vele, szóval így nem tudom azt mondani, hogy jó, ez egy nagyon hype-olt könyv, mert sehol. De lehet, hogy azért, mert mindig olyan könyveket dobál be elém, amik ilyen olyanok, amik engem nem érdekelnek, de hype-olva vannak, nem tudom. És ami még elvileg ennek a könyvnek a nagy különlegessége, hogy ugye vannak benne ezek az unikornisok, amire mindjárt rátérek, mindjárt rá kell térnem. És hogy ezek ugye nem ezek a fehér, cuki, szivárványos unikornisok, ami sztereotipikusan az unikornisnak a képzete, hanem ezek ilyen kemény unikornisok, durva dolgokat művelő unikornisok, ami számomra igazából ez így előzetesen azért nem egy ilyen nagyon hű, de nagy koncepció, mert egy ló alapból is le tudná rúgni a fejedet, ha nagyon akar. Ez, hogy egy unikornis nem az a hű, de cuki valami, nekem szerintem amúgy se volt ilyen az a képzete az unikornisról a fejemben, hogy aranyos, szivárványok, nyilván van egy ilyen oldala is, de nem tudom, én például van egy hegyes szarvuk, azt lehet használni dolgokra, amik nem túl cukik, szóval lehet azért nem egy olyan különleges koncepció ez nekem, mert nekem én is írtam egy olyan könyvet, amiben a szarvat gyakorlatilag fegyverként használják, tehát nem egy ilyen szivárványos jelenetben. Úgyhogy ilyen nagyjából ennyi volt az indoklásom a mögött, hogy el szeretném olvasni, és akkor elvileg a sztori maga az, hogy ez a Skander nevezetű főhősünk, ő ilyen unikornis idomár szeretne lenni, és akkor ehhez ki kell keltetni valami tojásból, és hát van valaki, aki lopja az unikornisokat. És így nagyjából ennyit tudok a sztoriról, de majd mélyebben belemegyek. Amit fontos megjegyezni, hogy mindenképp kritikai pontja ennek a könyvnek már most. Ugye ez a címünk, hogy Skander és az unikornis tolvaj. Unikornis. Nézzétek meg jól ezt a... Ez tudom, hogy az én szőrözésem jó, de én egy nagyon durva lókorszakom volt, ami igazából nem múlt el így örökre, tehát így még bennem van. Ez itt nem unikornis. Ez itt... Van szarva, tény, de van neki szárnya is. Szóval ez itt nem unikornis. És megkérdeztem Ágit, mert ő már elolvasta, és azt mondta, hogy igen, a könyvben is van szárnyuk. Szóval ezek nem unikornisok. Ez az unikornis és a pegazus mixe, aminek van külön neve, és ez nem unikornis. Ez egy fontos, megjegyzendő tényező, szóval, hogyha már írunk egy fantasy könyvet, amiben azt mondjuk, hogy unikornisok, akkor legalább adjunk nekik valami más nevet, vagy nem tudom, valami fantázia nevet, mert ezek nem unikornisok. Én ezen fönnakadok, sajnálom, de ezen túl fogok lépni. Egyébként nagyon szép maga a könyv. Ugye mutatom. Ilyen nagyon kis csinos, és egy fél tégla. Nem tudom, mennyire látszik, de ez egy fél tégla. Mondjuk igen nagy betűkkel van írva, úgyhogy kisebbeknek is szerintem könnyen olvasható. És mindjárt keresek valami ilyen, és ilyenek a fejezetek. Úgyhogy ezt most már el fogom kezdeni szépen olvasni, és akkor dokumentálom a folyamatot. Aztán kiderül, hogy milyen, nem tudom, Goodreads-en annyira nem voltak pozitívak az értékelések, de Ági meg azt mondta, hogy jó, úgyhogy még akármi is lehet. De ezek akkor sem unikornisok. Olyan egyharmad ellen járhatok a könyvnek? Mi lehet, jobban látszik. Kb. Kicsit kevesebb, mint az egyharmad ellen vagyok. De túl vagyok az egy negyedén, 100,
44 oldallal. Úgyhogy nézzük eddigi felmerült gondolataimat. Hihetetlenül irritál továbbra is. Ezt tudom igazából, hogy valahol szőrözés, de valahol meg engem zavar, úgyhogy... Tehát ez, hogy folyamat azt mondogatják, hogy unikornis, 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 és az idő 90%-ában ezeknek az unikornisoknak az a legfőbb jellemzője, hogy repülnek és a szárnyukkal csapkodnak. A másik nagy gondolatom az már nagyon régóta, tehát már körülbelül egy ilyen 50 oldal után már az volt az érzésem, hogy ez a könyv nekem sokkal jobban tetszene, ha nem Skandar lenne a főszereplő, hanem a tesója, aki egy évvel idősebb, Kenna. Aki nem lett unikornis tréner, mert hát van egy tippem, miért nem lett unikornis tréner, és nem tetszik, hogyha igazából így ez van. Ez a bajom Skandarra, hogy ő ilyen kis szerencsétlen, tehát valahol értem, hogy persze majd belenő a szerepébe, de hogy ez a 13 éves fiúk nem viselkednek így, kicsit azt érzem. Vannak benne ilyen fordítási dolgok, vagy hát gondolom, hogy fordítási dolgok. Például, amikor kikeltek a kis unikornisok, és rájuk kellett tenni egy fejgallért. Nem volt leírva, hogy ez hogy néz ki, és én ezen gondolkozok azóta is, hogy az vajon a kötőfék akar lenni. És akkor ami spoileresebb, hogy ezek az unikornisok úgy kelnek ki, hogy a tojás meg kell fognia a kiválaszt annak a lovasnak, akivel együtt születtek. Mert ugye az úgy van, hogy amikor megszületik egy ember, akkor abba a barlangba, ami ezen a szigeten van, oda kerül egy tojás, ami 13 évig ott van, és amikor eljön ez a, nem tudom, nyári napi egyenlőség éjféle, akkor tudod csak megérint, vagy nem éjféle, hanem hajnala, akkor tudod csak megérinteni a tojást, és akkor fog kikelni, és hogyha nem vagy ott, és nem érinted meg a számodra elrendeltetett unikornis tojást, akkor ez az unikornis tojás kötődés nélkül fog kikelni, és vad unikornis lesz. Mert ugye az a lényege, hogyha ott vagy, akkor összekötöttök, és akkor tudod kontrollálni az erejét, és nem lesz egy ilyen vadon száguldó szörnyeteg, aki kontrollálatlanul mindenkit megesz. És ez ilyen, annyira ilyen ízés, hogy pont akkor pontot kellene, mert 13 évig ott van az a tojás, és nem tudom, tehát ilyen... Én nagyon remélem, hogy a végén majd előbb-utóbb lesz benne egy olyan pont, amikor... Mert szerintem Kennának is simán ki kellett volna lennie válaszba, mert hogy azért nem lett Skandar, se tehette le ezt a keltető vizsgáját, mert hogy elvileg ő ez a szellemelemhez kapcsolódó lovas, és ugye 4 elem van plusz ez a szellemelem, és ez a szellemelem ez veszélyes, mert van egy darab ember, aki ezt egyszer rosszra használta, és azóta, hogyha valaki szellemelemmel kapcsolódna, akkor őt nem engedik, hogy kikeltse a tojását, mert majd biztos ő is gyilkolászni fog vele, amilyen... Jó, kellett valami plot, na. Biztos ki fog derülni, hogy ilyen különleges a családjuk, és akkor szerintem Kennának is simán. Én adnék neki egy lovat, mármint egy unikornis, egy pegakornis, egy ilyen szárnyas unikornis lovat. Én adnék neki, mert megérdemli szerintem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy egy ponton lesz egy ilyen, nem most ebben a könyvben, de valahol a sorozat folyamán, mert ezt így igazságtalannak érzem nagyon. Amúgy is nekem nagyon agyon nyakatekert ez, hogy tiltsuk ki az ötödik elemmel kapcsolódókat, mert hogy de közben meg az ennek a szigetnek a legnagyobb problémája, ahol ezek az unikornisok élnek, hogy azért kell a szárazföldről, mert ugye itt élnek a szigeten, és azért kell a fő szárazföldről, ami gyakorlatilag Nagy-Britannia, is fogadniuk lovas jelölteket, hogy ne legyen túl sok vad unikornis, mert ugye, hogyha nem kötődnek, akkor ezek úgy vannak, és nem lehet őket megölni, és szaporodnak, vagy hát egyre több van belőlük, mert ugye nem mindig kell ki minden tojás kötődősen, és akkor ez egy probléma. Viszont saját maguknak generálják ezt a problémát azzal, hogy nem engedik a szellemelemes lovasokat kikelteni a tojásokat, tehát azok megint vad unikornisok lesznek, ami növeli a problémát. Szóval ez egy nagyon nyakatekert koncepció benne, amit nem teljesen értem a logikát mögötte. A másik dolog meg, hogyha nem tudod ezt az iskolát végigjárni, mert mondjuk nem tudom, nem tanulsz elég jól, vagy ilyesmi, akkor kitesznek onnan, és nomádként kell élned, és akkor meg kell tanulnod valami szakmát, ami az unikornishoz kapcsolódik, és ezt se teljesen értettem, hogy ott mi történik, már mint akkor miért nem vonjuk össze csak simát, tehát hogy akkor hogy tanulod meg az unikornis a derejét, mi van? Kicsit olyan ez az unikornis képzős hely, mint egy szekta. Egyébként
érdekes, meg kíváncsi vagyok valamennyire, hogy hol fog ez kibenni, de engem egyelőre annyira nem kapott el. Kicsit így úgy vagyok vele, hogy jaj, olvasom, mert úgy érdekes, de hogy nem fog egy kiemelkedő olvasmány lenni számomra. Így 140 oldal után így ezt mondom, aztán még akármi is lehet belőle, de egyelőre abszolút nem érzem ezt a nagy hype érzést, hogy úristen, ez olyan jó tényleg meg. Az is lehet, hogy valamilyen módon emiatt, hogy ez így ki volt mondva, hogy ez egy ennyire nagy sikerű sorozat, hogy már előre le lett fordítva nem tudom hány nyelvre, hogy így alapból ez a szkeptikus én nem azt mondta, hogy biztos annyira jó lesz ez a könyv. Nem tudom. Úgyhogy majd még meglátom. Még van belőle vissza, majd szépen olvasgatom, aztán kiderül. Mert nem rossz. Tehát azért azt nem mondanám, hogy ez egy rossz könyv. Egyáltalán nem mondanám azt. Csak semmi extra. Eddig számomra semmi olyan kiemelkedő nem volt benne. Még lehet. Még van esélye. Hát a kétharmadánál még nem tartok a könyvnek, de így látszódni is fog. Szóval a kisebbik fele van hátra ezen az oldalon. És igazából most értem el azt a pontot, hogy talán történni fog most már jobban a sztorival kapcsolatban ilyen izgalmasabb dolog, mert hogy az volt eddig a nagy problémám, hogy amióta kikeltették a tojásból az unikornisokat, azóta így annyira nem éreztem azt, hogy izgulnék a történet folyamat során, mert amióta ott vannak a suliban, azóta így igazából semmi különösen izgalmatos dolog nem történt. Az ilyen tanórák sincsenek nagyon részletezve, mert alapvetően én tök nagy léptékkel halad, hogy hát eltelt egy-két hét, meg megint egy-két hét, és szóval ezzel így halad elég gyorsan. De most kezd izgi lenni. Egyébként nem egy rossz könyv, tehát hogy lehet, hogy az eddigi reakcióim alapján ez így jön le, de csak azért, mert hogyha valami zavar egy könyvben, és azokat sokszor elmondom, akkor az inkább úgy hallatszódik, mint hogyha nem tetszene, pedig csak a rosszakat emelem ki, a jókat meg így nem. Mert hogy amúgy meg tök gyorsan lehet vele haladni, ennek nyilván az is az oka, hogy nagyon nagy sorközzel és betű mérettel dolgozik, de gördülékeny egyébként a sztori, csak azon gondolkodtam, hogy szerintem a világépítéssel lehet nekem a legnagyobb problémám, pedig itt nagyjából adott, mert hogy így a mi világunkban játszódik, csak van egy sziget, ahol ez a mágikus unikornisos dolog megy, de arról így gyakorlatilag szinte semmit nem tudunk, pedig elvileg a karakterek tanultak róla, meg lehetne róla beszélgetni azokkal a gyerekekkel, akik azon a szigeten nőttek föl, de hogy így nem teszik meg, és nem adnak infót, ami baromi idegesítő volt számomra eddig. És most már talán valamik dolgok fognak kiderülni, de nem lesz ez még így se elég, de alakul. Viszont szerintem vannak benne nagyon kényelmes megoldások, amiket amúgy elnéznék egy ilyen middle grade kalandregénynek, mert hogy nem szoktam az ilyeneken fennakadni, egy gyerek se akadna fenn a legtöbb ilyen dolgon, akinek ez aki a célközönsége, bár igaz, ne nézzük hének se a gyerekeket, de így vannak dolgok, amik ilyen tényleg kényelmesek, és pont amit most mondtam, hogy mivel ugye nagyon föl van így rakva, hogy hát ez annyira jó, hogy szenzációs előre, de még ki se adták, és ezért ezen még jobban fönnakadok, hogy de hát tele van ilyen nagyon kényelmes megoldásokkal, meg plot hole-okkal eddig. Ja, és egyébként meggyőződésem ezen a ponton, hogy ez a sziget és ezek a lovasok, ezek az unikornis lovasok, ők egy szektát képeznek. Mármint, hogyha csak belegondolok, hogy azokat a lovasokat amúgy így instant így megölték az unikornisaikat, akik szellemelemesek, tehát hogy így azért így elég durván tolják, de nem engedik a gyerekeket ugye el a szigetről, tehát hogyha egyszer kapcsolódsz egy unikornissal, te ezt a szigetet nem hagyhatod el. A családod csak évente egyszer látogathat meg, azt is csak a kupakor, tehát semmi máskor. Nem írhatsz nekik semmit igazából konkrétat a szigettel kapcsolatban, ami nem alapból publikus információ, mert hogy amúgy a leveleidet átnézik, és hogyha valami olyat írsz, akkor ezt nem küldik tovább a családnak, szóval szerintem ez egy szekta. És hogyha nem teljesítesz jól, ugye kitesznek a lovasok közül, de ott kell maradnod továbbra is, szóval érdekes ez az iskola, amiben járnak a gyerekek. De alapvetően meg olyan egy tök jó koncepciója a könyvnek. A barátság ábrázolása egyébként tetszik, Skander is kezd kicsit jobban kiállni magáért most már. Úgyhogy alakul a molekula, de szerintem
szerintem ez egy maximum 4 csillagos könyv lesz nekem ezen a ponton, így azt tudom rá mondani. 3 csillagos nem lesz, mert 3 csillagoshoz rosszabbnak kéne lennie, mert ez nem rossz, csak nem is olyan hű, de szuper fantasztikusan szuper könyv, hanem egy ilyen tök közepes, jó kaland, fantasy kalandregény, amivel nincs semmi baj, csak így úgy érzem, hogy a reklámjában túl volt hype-olva, ami miatt belőlem így alapból kiváltott egy olyan reakciót, hogy akkor keressük meg benne a hibákat csak azért is. Ami nem egy jó hozzáállás, de amikor valami ennyire hype-olt dolog úgy mond, vagy az van mondva, hogy ez ilyen hiper-szuper-fantasztikum reklámban, akkor én így szoktam valamennyire hozzáállni. Szóval itt tartok a könyvben, most éppen börtönbe fognak. Be fognak törni a börtönbe, hogy többet megtudjunk a szellemforgatókkal kapcsolatban. De amit ezek a lovasok a szellemforgatókkal egyébként leműveltek, az nagyon durva dolog, oké? Tehát, hogy ez így... Mármint én nem szeretnék egy olyan iskolába járni, ahol az egyik elemhez tartozó embereket bebörtönözték, és az unikornisokat kinyírták, mert valaki, aki szintén azt az elemet használta, gonosz lett, és ezért mindenki mást bebörtönzünk. Szóval ezért is mondom, hogy ez egy szekta. Egyértelműen egy szekta. Ja, és Skandar mutációja, mert hogy ezek a lovasok tudnak mutálódni a kapcsolódó elemük alapján, és a szellem mutáció olyan, hogy ilyen átlátszó lesz a bőröd, és látszódik alatta a csont, meg minden, és nem. Jó, belegondolni se akarok, hogy ez hogy néz ki, mert nem. Nem véletlenül nem mentem el orvosnak, meg ilyeneknek, mert én az ilyet nem bírom, és nagyon undorító belegondolni, hogy nézhet ki. Befejeztem. Úgyhogy nézzük még a könyv vége felé, mik voltak a gondolataim. Igen, egyrészt ez a nomádos dolognál kicsit tovább gondoltam, ugye, hogy amikor kirúgnak a suliból, kitesznek a suliból, és elküldenek nomádnak. És akkor egy 13 éves gyereket kitesztek gyakorlatilag az utcára, szóval ezt a koncepciót szintén nem értem a világépítésben. Volt benne egy baki is, mert hogy ugye ezek húsevők, ezek az unikornisok, vérengző állatok, és egy ponton a könyvben az volt írva, hogy lehajtotta a fejét legelészni. Tudom, szörszál hasogatok. Illetve volt benne egy szintén furcsa anomália, amivel egy ponton repülve versenyeztek ebben a könyvben. Na most az, hogy egy egész lovat, ráadásul ezek az unikornisok jóval nagyobbak, mint egy ló, levegőben tud tartani, ahhoz nagyon széles szárnytávolság kell, ugye? Ezt még elképzelni is azért könnyű. És egy ponton ezen a versenyen az volt, hogy az egyik lovon ülő, tehát ketten repültek egymás mellett, és az egyik fogta a másiknak is a szárját is. Na most ez egy brutál hosszú kantárszer kellett, hogy legyen. Lehetett, csak hogyha elképzelem, hogy ezeken az unikornisokon lovagolnak, akkor alapból is a kantárszár az hosszabb, mint amennyi neked kell, de hogy ahhoz, hogy egy lovat fönntart, tehát ez legalább egy nagyon hosszú szárnak kéne lennie, és ugye közben azzal még repülnek is, és ugye két ló repül egymás mellett, tehát kétszer annyi szárnyhelynek kell lennie, hogy tudjanak egymás mellett ugye csapkodni, és mégis tudta simán fogni az egyik lóról a másik, tehát tudta fogni a kantárszárát a másiknak is, úgyhogy egymás mellett repültek. Ami valahogy nekem kicsit nehezen elképzelhető, mert hogy ilyen 5 méternek legalább kellett volna a két lovas között lennie. Mindegy. És a legvégén kicsit úgy éreztem, hogy ugye a fő harc a végén az nagyon könnyen meg lett oldva. Amit valahol próbálok magamban így azt mondani, hogy vajon miért lehet az, de hogy valahol meg volt egy pontja ott a végén egy része, ami ilyen nagyon könnyen jött. Alapból is az egész könyvben például az iskola rendszerről, arról annyira sokat nem tudunk, az iskolát, vagy a tanórákat annyira sokat nem látjuk, mert hogy az csak így említve van, hogy ja, amúgy ezeket már tanulták, meg nem tudom, de hogy így kb. 2 darab tanórán veszünk részt. Továbbra is azt érzem, hogy nagyon sok minden nagyon kényelmesen történt meg, mint itt a befejezése is a könyvnek. Hirtelen nagyon könnyen elfogadták, hogy Skandar mégiscsak szellemforgató, de hát jó van, elfogadjuk most hirtelen, most ő akkor ezért maradhat a suliban, ami... De nem lehetnek szellemforgatók újonnan, nem jöhetnek be, tehát az már azért túl nagy elfogadás lenne. Továbbra is a világépítésben nekem ilyen nagyon nagy hézagok vannak, mert hogy így alig tudunk valamit is erről a szigetről, azon kívül, amiket így elmondtak nyilván a könyvben, de hogy az egy csomó minden megértéséhez nem elég szerintem, meg egy
egy csomó kérdésem volt, amik így csak az alapvető sztorihoz fűződően is így jöttek, például ennek a szigetnek a mérete, vagy hogy hogyan néz ki az infrastruktúra, mert hogy nem teljesen értettem, hogy ez így hogy jön össze, meg mégis mekkora ez a sziget, hogy mennyi ember lakik itt, mert hogy például itt az unikornis őrök is hullottak egy ponton nagyon durva számokban, már mint ahhoz képest, hogyha azt nézem, hogy egyszerre egy ilyen iskolaévben hány újonc van, és abból szornak ki nomádnak is egy csomó szor, szóval nagyon furán jönnek össze nekem így fejben a számok, nem számoltam ki, csak hogy így értetlenül állok a dolog előtt, hogy miért, mert nem értem a logikát a nomádság mögött egyelőre, tehát meg azt is, hogy mit csinálsz, hogy 13 évesen téged kiraknak, hogyha az év végén nem teljesítesz elég jól, kiraknak nomádnak, de te 13 éves gyerek vagy. Egy vérengző unikornissal, és így kiraknak, hogy jó, te most már nem jársz az iskolába, úgyhogy nincs ingyen kaja, meg ingyen szállás. És utána mi történik? Mert hogy amiatt nagyon féltek a gyerekek, hogy úristen, kitesznek nomádnak minket, de senki nem kérdezte meg, hogy amúgy mi történik utána, azon kívül, hogy valami szakmát kell tanulnod, de hogy hol, meg hogyan, meg miként. Nagyon sok kérdésem van a világépítéssel kapcsolatban, és szerintem ez a legfőbb oka annak, hogy az egyik legfőbb oka annak, hogy ilyen végén nagyon szkeptikus voltam mindennel kapcsolatban. Próbálok egyébként beszélni, de este 10 órakor már annyira nem szokott működni a beszélőkém így folyamatosan, csak hogyha most nem mondom el a dolgokat, akkor fél éjszakán át fogok feküdni, hogy mit akarok majd mondani, és nem fogom tudni elmondani a dolgokat. Skandertesőjét továbbra is nagyon sajnálom, meg szerintem ez jó, a szellemlovasok iránt tanúsított igazságtalanságot valahol értem, hogy nyilván azt igazságtalannak kell éreznünk, de hogy kicsit nagyon extrém bement át a dolog, mármint egy ilyen túl extrémbe. Továbbra is azt gondolom, hogy ez az iskola egy szekta, mert hogy nagyon furák nekem. Tehát mivel nem értem a világépítést, mert nekem nagyon hézagosan volt fölépítve, ezért nem értem a szabályokat, amiket hoztak. Tehát nekem így nincs értelme egy csomó szabálynak, hogy oké, de ez miért jó, vagy miért nem jó, vagy miért jó egyáltalán, hogy ebbe az iskolába jársz, amúgy is kitesznek kb. Direktben egy ponton, és hogy. Tehát meg akkor miért nem engedjük csak simán a szellem elemeseket kötődni, és akkor csak nem mehetnek a suliba, és nem tanulhatják meg irányítani az elemeiket, hanem csak kiteszed őket az kötődött unikornisról, és akkor kevesebb vad unikornisban. Szóval vannak ilyen kérdéseim a történetvezetéssel kapcsolatban. Egyébként leginkább azt érzem, hogy a második fele nyilván izgalmasabb volt a sztorinak, szerintem ezt az is tükrözi, hogy az első 230 oldalt azt egy hét alatt tudtam elolvasni, a második 200-at meg ma fejeztem be. Államvizsgatételeket is tanultam ma, tehát nem egész nap olvastam. Szóval sokkal izgalmasabb volt a második fele, sokkal több információt kaptunk a második felébe, ami hasznos volt. Voltak fordulatok a második felében, ami szintén nagyon hasznos volt. Annak érdekében, hogy olvasni akarjam. Viszont kicsit csalódott vagyok, ahogyan ki lett vitelezve a vége, meg valahol csalódott vagyok ugye az egész kivitelezésével kapcsolatban, tehát nagyon sok mindenből láttam volna többet, de nagyon sok mindenből nem kaptam eleget. Igazából tök jó baráti kapcsolatok alakultak ki a könyvben, úgyhogy ez egy piros pont neki. Szóval egy egész jó témák belekeveredtek, csak kicsit úgy éreztem, hogy közben így a sztorinak nem volt sem, nem haladtunk a sztorival igazából, és így a sztorihoz kapcsolódóan annyira nem tört, a fő sztorihoz kapcsolódóan annyira nem történtek dolgok. Nyilván ez lehet, hogy csak felvezetés, mert hogy ez egy sorozat. De amúgy jó volt tényleg a koncepció, meg tetszett, ami így az alapok, de nekem így olvasva a kivitelezése annyira nem jött be. Meg tényleg ez a minden olyan könnyen megoldódott, vagy mindent olyan könnyen megúsztak, tehát az, hogy olyan annyira egyszerűen jött az, hogy el tudták titkolni, hogy Skandar szellemforgató, tehát ez annyira egyszerűen ment, és egyszer nem buktak le. Egyszer nem törlődött le az unikornis fejéről, a festék, és fette fel a fehér jegyet a felén, egyszer nem történt. Tehát én konkrétan ezt vártam, hogy oké, ez mikor lesz ez a mélypont, de vagy lehet, hogy ez valahol jó, hogy ebben nem csináltak mélypontot, de annyira egyszerűnek tűnt ez az egész, hát mondom, hogy akárkit be lehet csempészni, de nem, nincs annyira szigorúan őrizve a hely, tehát simán bejutották, senkinek nem tűnt föl, nagyon egyszerű volt mindent megcsinálni. A börtönbe is olyan könnyen betörtek, hogy így néztem, hogy ez jó könnyű volt. Ismételten. És ezzel kapcsolatban sem volt semmi lebukás, semmi nem volt, tehát így egy csomó mindennek úgy éreztem, hogy nem volt súlya, sokszor.
továbbra is úgy hangzik, mintha egy rossz könyv lenne. Nem egy rossz könyv, ez egy teljességgel középszerű könyv szerintem. Mármint kapásból tudnék mondani a polcomról legalább 5 másik könyvet, ami nem a Percy Jackson, ami ugyanaz a kategória és sokkal jobban csinálja. Végül is 3,5 csillagot adok neki. Hogyha belegondolok, hogy mire szoktam 4-et adni, azokat sokkal kevésbé kritizálom. Viszont a 3,5-eseket meg valamelyiket meg sokkal jobban kritizálom, vagy sokkal kevésbé tetszik, mert hogy ez egy tök gördülékeny olvasmányélmény volt. De nem érzem úgy, hogy a többi 4-es csillagozásom közébe tenném. Az a baj, hogy könyvfüggő, hogy melyik hol éri el a csillagpontokat, tehát hogy érdekes volt. Igazából olvasnám tovább, mert kíváncsi vagyok, hogy ebből még mit lehet kihozni. Valaki úgy gondolta nyilván, hogy ez egy szuper fantasztikus könyv, azért lett ekkora marketing nyomva neki. Én nem értenék egyet ezzel az illetővel ezek után. Nem tudom, hogy vajon csak azért, mert hogy így tényleg ez a hozzáállás nálam beragadt. Vagy hogyha elolvasom, alapból is csak egy sima 4 csillagos olvasás lett volna. Mondom, folytatnám igazából. Csak hogy megnézzem, hogy ebből az egészből mi kerekedik ki. Vagy lehet, hogy az lenne az egyetlen motivációm, hogy meglássam, hogy esetleg valamilyen úton módon bevezeti az írónő, hogy Kennának is legyen egy unikornise, mert Justice for Kenna. Meg minden más szellemlovasnak, vagy szellem unikornis jelöltnek, akit nem hagytak unikornis kitelkelteni, mert ez az egy dolog, ami úgy igazán érdekelne, hogy velük mi lesz. Meg azokkal, akiknek kinyírták az unikornisát. Ártatlan emberek, akiknek kinyírták az unikornisát, mert szellem elemes kötődésük van. Ez az egy dolog érdekelne igazából a folytatásokból, mert pedig nagyon reménykedtem a könyv második felébe, hogy ott úgy jobban belelendültem az olvasásba, mondom, ebből most lesz valami, és így az utolsó két fejezet meg ilyen nem lett sok minden. Nem lett sok minden, ami a véleményemet gyökerestül megváltoztatta volna. Azért, hogyha valaki szereti az ilyen kalandos fantasy könyveket, szerintem egyébként nem lehet egy rossz választás, főleg, hogyha az ilyen gyerekkönyvebb kategóriában. A lovas része miatt szintén tudok neki adni pozitív pontot, de szerintem akkor sokkal jobb olvasási élményt nyújt, hogyha nem készülünk egy ilyen világ megrengető, nagyon jó könyvre, ami majd nem tudom milyen élményt fog nekünk adni, hanem arra készülünk, hogy ez egy egyszerű, szórakoztató, fantasy kalandregény lesz, mint a többi fantasy kalandregény ebben a kategóriában. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!